Ezeket a felvételeket egy kölesdi férfi készítette néhány nappal ezelőtt, miután felfedezte, hogy a Siópatakban úszik két kutya teteme. Az elkövető az állatokra betonnehezéket rakott, hogy semmiképpen se tudjanak kijutni a vízből. A férfi az állatkínzást jelezte a hatóságok felé, a rendőrök azonnal nekikezdtek a tettes felkutatásának. A szekszárdi rendőrkapitányság munkatársai a helyi körzeti megbízott, valamint a helyi lakosok közreműködésével gyorsan sikerült a bűncselekménnyel megalapozottan gyanúsítható személy azonosságát megállapítani. Ezt követően a férfit kollégáim 2019. március 25-én előállították és gyanúsítottként hallgatták ki. A férfi a cselekmény elkövetését elismerte, a továbbiakban szabad lábon fog védekezni. A szekszárdi rendőrkapitányság vizsgálati osztálya állatkínzás vétségével gyanúsította meg a férfit, és folytatja tovább a nyomozást. A kutyagyilkos tettéért akár 2 év börtönt is kaphat. Tavaly egyébként mindössze 65 büntető eljárás indult állatkínzás miatt Tolna megyében. Az állatvédők és a hatóság szakemberei szerint azonban jóval több eset történik, csak nem kerülnek napvilágra az állatbántalmazások, ha pedig mégis az elkövetőket nem sikerül elkapni. Az is sokat mondó adat, hogy 2013 és 2017 között összesen 22 ügy érkezett állatkínzás miatt a Tolna megyei bíróságokra. Ez azt jelenti, hogy évente összesen 5-6 ügyet tárgyalnak a bíróságok.